Na, he, félrészegen, mert ugye már megittam két vagy három üveg sört étgyomorra, de végre meg tudom csinálni a kávévlogot, és egy új témával jövök. Ugye a félrészegség az a túl sok ingernek meg a túl sok feladatnak szól, hát ugye egy stresszes időszakban vagyok, mert ugye a cégnél is sok a munka hétvégén, meg nem tudom kipihenni magam, mert ez a kibaszott költözés van az én előtt, megint az egész életemet be kell csomagolni, és, és egyszerűen szabad, az összes szabad időm rám erre, nem marad idő regenerálódni, ennek kurva rossz vége lesz, nem tudom, hogy hol fogom végezni az S70-es alatt, vagy, a, vagy valamelyik az lebetegszek, aztán három hétig fogok feküdni valamelyik Covid kórházban, nem tudom. De, kurvára fosok most már, mert... vagy az ideg de ez zárójel bezárva. Kihűlt kávé, mert közben... sok minden történt. Na! Úgyhogy jó későn veszem fel ezt a videót, viszont reggel sikerült megnéznem egy... egy videót Dörner Csengénél, ugye a feltétel nélküli alapjövedelemről ami az én fantáziámat nagyon régóta foglalkoztatja, és mint lmp ilyen zöld-baloldali, ugye az lmp -ben mindig van egy ilyen zöld-baloldali vonulat, és nyilván mai napig megvan, de hát nem feltétlenül ez a fő irányvonal, de van egy ilyen nagyon erős dolog, mindig nagyon sok vita egy házon belül is, de ez, ennek a, ez a kérdés is föl szokott merülni ebben a vonulatban, és, és, most ugye, mivel hogy láttam ezzel kapcsolatos videót, ezért nálam is felmerült a kérdés, és megmondom őszintén, hogy teli vagyok ebben a témában megválaszolatlan kérdésekkel, és hát a csenge, a halálfekvésben volt bennem a csenge, nem az a csenge, de mindegy. Ő egy nagyon picit lépett csak előre ebben, de több kérdést nyitott ki, mint amennyit megválaszolt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy kicsit körbejárjuk ezt a kérdést, én sem, fogom én sem fogok kérdéseket megválaszolni, mert nagyon sok bennem a kérdés, de egyrészt kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, úgyhogy ott lenne a komment szekcióban, nem ott a tökömnél, mert körülbelül az van ott, ahova mutatok, hanem ott lent így mutatom akkor inkább a komment szekcióban, írjátok meg a véleményeteket erről a történetről, és akkor hát én is elmondom különböző aspektusból a véleményemet. Hát az egyik az az, hogy a saját életem szempontjából ez egy nagyon érdekes kérdés, és tudom, hogy számotokra ez az átélhetőbb, amikor saját magamról beszélek, bár nem tudom, hogy én miért vagyok érdekes, mint egy sima átlagember. Úgyhogy olyan vagyok, mint ti, tehát é izé, csak kirakom magam ide a, majdnem Facebookot mondtam, a Youtube-ra. Na mindegy, hát ugye akkor kezdjük a saját életem szempontjából, hogy nekem, ha ilyen lenne, az egy kurva nagy előrelépés lenne, és el is mesélem, hogy miért. Mert... E, e, nem azért, mert kell az ingyen pénz, mert persze, hogy kell az ingyen pénz, hát bármikor jól jön az ingyen pénz, de hát most... E, e, aztán gazdasági szempontból, hogy mit jelent az ingyen pénz, az egy megint másik történet, tehát e, azt majd a következő blogban megtárgyaljuk. Nyilván nekem is jól jönne az ingyen pénz, de nem csak azért, mert ingyen pénz, hanem bizonyos esetekben voltak olyan élethelyzeteim, amikor például egy ilyen feltétel nélküli alapjövedelem kurva jól jött volna. Ugye volt az, amikor én a mávtól tól megváltam, ugye nem szerettem volna, meg nem tudtam tovább csinálni ezt a folyamatos és dolgot, és valami másba szerettem volna kezdeni. Akkor persze volt megtakarításom, tehát akkor volt egy olyan, hogy mondjam, egy, egy olyan polgári tartásom, ami ugye megengedhettem magamnak, hogy ott hagyjak egy munkahelyet, akár anélkül, hogy egy másikat keressek, és bizonyos ideig meg tudtam élni, és volt időm ugye másikat keresni papíron, de hát ez nem egészen így alakult, abban az időben, ugye egyébként akkor én őszintén megmondom, hogy ki akartam vándorolni, tehát én a, fölvettem a munkanélküli segélyt, ugye közös megegyezéssel jöttem el a máv és bár az én kezdeményezésemre, de elengedtek közös megegyezéssel, és így járt a munkanélküli segély, hát ugye három hónapig valami álláskeresési lófasznak hívták, eléggé egy alacsony összeg volt, de arra jó volt, hogy egy ilyen alapot adjon, kvázi mint a feltétel nélküli alapjövedelem, és az alatt én ugye nem akkor nem álláskeresésre fordítottam az időt, hanem nyelvtanulásra, ebbe fektettem bele, és ugye napi szinten németeztem, aztán ez az egy másik történet, ez a dolog később, hogy akadt el, hát egy nyelvvizsgáig el tudtam jutni, de a használható német tudásig sajnos nem. Úgyhogy egyre jobban tudok, meg azóta is tanulok, meg azóta nagyon sok pénzt belefektettem, hogy most már három éve járok magántanárhoz, vagyis hát online tanulunk, de az tök mindegy. De nem érzem azóta azt a fejlődést, tehát akkor ugye úrásszerű volt, azóta ilyen nagyon lassú, mert hát ugye nem tudok annyi melót beletenni, de ez most zárójel bezárva. Tehát akkor, hogy volt egy ilyen lehetőség, az egy nagyon nagy segítség volt, hogy meg tudtam azt csinálni, hogy a megélhetésem egyik lába, ugye akkor ez a segélynek nevezett, vagy járadék, vagy mi a fasznak nevezett dolog volt, és a másik lába pedig az, hogy ugye nyilván volt megtakarításom. Hát ugye azért nagyon jól tudjuk, hogy például a főleg a szegényebb néprétekben a, ezek a megtakarítások ezek nem léteznek, tehát ott az embernek nincs mozgástere, és nem tud esetleg egy akár egy olyan élethelyzetből kitörni, amikor egy akár egy munkahelyet kell változtatni, vagy akár akár egy új életet kezdeni. Jó, én egy kicsit ilyen szempontból felelőtlen voltam, hogy kiugrottam a a, a régóta éret már bennem az, hogy nem ezt akarom csinálni. A Ugye a vasutat, és, és végül ilyen apróságok meghozták azt az utolsó cseppet, hogy fogtam és kiugrottam minden új lehetőség nélkül. Ez mondjuk az én felelőtlenségem, de abban az időben egyébként ezt megtehettem. Azóta egyébként relatíve jobb állásaim voltak és mégsem tudtam tartalékot képezni, de ez mondjuk egy másik kérdés, ez egy ez sok minden múlt, a, az élethelyzetem is más, tehát ezt nem lehet összehasonlítani. Na minden esetre a következő lépés az az, hogy akkor pedig <kül> nyilván nálam ez egy útkeresés volt, és rá kellett jönnöm amúgy, közben én akkoriban fejeztem be az egyetemet, most csak a BSC-t, tehát igazából a főiskolát, de azért, de, de, de utána rá kellett jönnöm, hogy ahhoz, hogy az ember tényleg normális, élhető állást találjon, ahhoz nagyon sokat kell álláskeresésre fordítani, tehát ma a, a mai mi a fenénél, a mai munkaerőpiacon, ez mondjuk nyilván a a munkaerőpiacnak a sajátossága és lehet, hogy ott van a hiba, de a mai munkaerőpiacon én azt vettem észre, hogy munkavállalói oldalról és munkáltatói oldalról is nagyon nehéz megtalálni a megfelelő pozíciót, tehát hogy nyilván ha én munkát szeretnék vállalni és keresem a megfelelő pozíciót, nagyon nehezen találok megfelelőt, és egy idő után, ugye, mivel időprésben vagyok, azért el kell olyat is vállalnom, ami egy erős kompromisszum, és nem olyan, ami az én élethelyzetemnek megfelel, és ugyanez van munkáltatói oldalról is, és ezek nem túl optimális helyzeteket teremtenek a munkahelyeken. Ugye ezeket ez azt is okozza, és ezt mondjuk, mondjuk most viszonylag jó csapat van nálunk a cégnél, jöttek fiatalok, meg mit tudom én, de nagyon sokáig hiány volt, és nem töltötték be. A pozíciókat volt olyan pozíció, ami egy ideig meg is volt szüntetve, aztán újra nyitották végre nagy nehezen, és, és aztán úgy nagyjából be is lett töltve. És most most egy viszonylag jó fiatalos csapat van, amiben azért én jól érzem magam, de azért vannak a régi berögződések is, amiket, amikkel nehezen küzdök meg. Mert az elvárások viszont ezzel szemben dinamikusak és dinamikusabbak, mint valaha voltak. Úgyhogy ez egy nehéz dolog. És, és éppen ezért, amikor az ember állást keres, akkor, akkor nagyon jó lenne, ha lenne ideje. Jó, nyilván vannak azok a kényelmes arcok, akik az idő végezetéig el tudnak kücsörögni otthon, és azt mondják, és magukat hitegetik azzal, hogy állást keresnek, de igazából, ha te egy olyan állást szeretnél, amibe hosszú évekig, tehát olyan évtizedes tábladban meg tudsz maradni, akkor vagy szerencséd van, vagy nagyon sokáig kell keresned. Én például a vasútnál egyébként szerencsém volt, tehát én a amikor a vasúthoz oda kerültem, akkor, akkor nekem teljesen más elképzeléseim voltak, teljesen más ö, ö, helyen szerettem volna a vasúton belül dolgozni. Hát ugye a Máv az egy. Akkor még egy nagy Máv volt, akkoriban vált szét, már így mávon belül szét voltak szedve, hogy személyszállítás, meg árufúvarozás, meg forgalom, meg pályavas, még, a pályavasút fogalom aztán nem is létezett. Na mindegy, de, de még, még szervezeten belül volt, aztán vált szét különböző cégekre, és, és ugye millió egy helyre lehetett volna a vasútnál is menni, hát azt mondjuk tudtam, hogy a forgalomhoz akarok menni, de hát ott is teljesen más elképzeléseim voltak, mint ahova kerültem, és végül jól sült el a dolog, tehát én a, ugye az Esztergomi vonalon voltam, és ott egy jó közösségbe kerültem, jó körülmények közé, szerencsém volt, hogy utána szolgálati lakást is kaptam, a környékről volt feleségem is abban az időben, aki szintén a Mávnál dolgozott, egy turba tudtunk dolgozni, tehát hogy így a, a, az ellentétes műszak sem okozott problémát, mert ugye egyszerre dolgoztunk, erre figyelt a főnökünk, és nagyon köszönöm neki a mai napig is, hogy ezt akkoriban biztosította, mert egyébként lehet, hogy rövidebb úton elváltunk volna, vagy lehet, hogy nem, mert kevesebbet találkozunk, és még ma is együtt lennénk az asszonyjal, de hát ez egy másik kérdés. Na mindegy, Ez nem is kérdés, de akkor szerencsém volt, és egy olyan helyre sikerült ö, kerülni, ott a terhelés se volt túl nagy, tehát hogy ö, ugye relatíve nem volt túl sok vonat, nem voltam túl terhelvesebb, bár mondjuk ez egy másik történet, hogy fiatalon ö, szerettem volna egy kicsit pörgősebb munkát, most meg szeretnék egy kicsit nyugodtabb munkát, és pont fordítva van, tehát akkor volt nyugisabb melom, és most van ö, geci pörgős melom, és ezt jó lett volna megfordítani, de hát ez sajnos nem így alakult. Na, úgyhogy ez az egyik izéje a, a az alapjövedelemnek. Persze ez nem kell alapjövedelem, tehát ehhez azért elég lenne egy, egy olyan munkanélküli vagy álláskeresési segély, vagy járadék, vagy jár, járadék, ami. ami lefedi azt az időtávot, ahol reális uh, időtávon belül egy, uh, az ember uh, olyan állást tud találni, amit utána szívesen csinál, akár évtizedes távlatban is. Hát ugye nekem a vasút az pont egy évtizedes távlat volt, mert azt hiszem 11 évig voltam már alkalmazott, úgyhogy, uh, úgyhogy, uh, és ott ugye hát nagyon sokáig nem is akartam eljönni. Jó, egy picit volt bennem egy uh, a vége felé, hogy néha bennem volt, hogy többre vagyok képes, mint hogy ott Vörösváron megjön két irányból a vonat, aztán tovább megy, de, de soha nem léptem meg, mert hogy minden körülmény azt indokolta, hogy abban ott maradjak. Na szóval ez a ez az egyik aspektusa, a másik aspektusa az az, hogy vannak, akik ugye nem tudnak a mély szegénységből kitörni. Én Saját ismerettségi körben is tudok olyanokat, akik, akiknek olyan... ...hogy mondjam, egy olyan... ...társadalmi vagy ilyen szociális állapotban vannak, hogy igazából a munkaerőpiacon nem tudják a lábukat megvetni, mert... ...és betegnek, meg izének nem mondanám őket szívesen betegnek, de egyszerűen, és ez, ez, viszonylag egy kis százaléka a társadalomnak, tehát de szerintem mindenkinek az életében van olyan, akire esetleg azt mondaná, hogy hát nem olyan életképes, nem olyan talpra esett, nem olyan ezé, és egyszerűen vesztese és kihullik mindig az ezekről, tehát ezeknek az embereknek, én akár videós körökből is tudok ilyet mondani, vagy, vagy, vagy mondom személyes ismerettségből is, aki, aki, tényleg nem képes tartósan megmaradni egy munkahelyen, nem? és ez persze lehet hibáztatni, hogy nincs kitartása, meg mit tudom én, és akkor ilyen szülők, meg nagyszülők, meg ilyenek tartják el az embert, és, és az ember így elgondolkozik, hogy az ilyen arcok, amikor majd, mert sajnos ugye nyilván elkövetkezik, amikor majd nem lesznek szülei, vagy nagyszülei, vagy izé, akkor, akkor, hogy fognak a saját lábukon megállni? Most, hogy ha csak a nyilvánosságban nézzük, mondjuk, akit ma napság nem, nem látjuk, de például ott volt a fotóból, aki nem egy hülye gyerek, de életében nem dolgozott, és otthon az apja izéjén él, ő megvette neki a fotófelszerelést, aztán ott videózgatott, meg fotózgatott, meg mit tudom én, és ő például mit fog csinálni a szülei nélkül, vagy aki mondjuk IQ-ban sincs annyira megáldva, mint például a bebaszós live -ok atya Molnár Kiki, aki nem tudom, hogy a Fatel nélkül, úgyhogy életében nem dolgozott, meg ugye egészségügyi, meg alkati problémái is vannak, hogy ő hogy fog. Nyilván megörökli majd egyszer a Debreceni házat, ami valószínű sokat ér, meg mit tudom én, de, 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 az ilyen arcoknak például én azt mondom, hogy nyilván én, mint adófizető, fáj, hogy el kell tartani, de, de tény, hogy vannak ilyen arcok, akik nem tudnak a saját lábukon megállni, és akkor még nem is beszéltem azokról, akik, akiket a mai rendszer akár mint rokkant nyugdíjas, vagy akár milyen betegségből, vagy izéből kifolyólag egyszerűen nem tudnak elhelyezkedni, hogy őket, őnek ez, ez mondjuk egy méltó alap dolog lenne, hogy egy alapmegélhetést tudnának maguknak biztosítani. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból, így az egyén szempontjából ennek lenne létjogosultsága. Na aztán a másik az én szempontomból, hogy, hogy nekem egy nagyon fontos, és akkor itt majd átmenjünk arra a témára, és akkor még, még nem vagyunk a nemzetgazdaságnál, nem leszünk, hogy ahogy a munkaerőpiac kérdése, hogy ma nagyon nehéz olyan munkát találni, ahol a munka-magánélet egyensúlyod megvan. Tehát például amikor én a 2000-as években a MÁV-nál dolgoztam, ott nekünk munkaidő kedvezményünk volt, mert épp egy ilyen leépítés szakaszban volt a, a MÁV, és emlékszem, hogy 37 órás volt a munkahét, az azt jelenti, hogy hetente 3 órával, keve, vagy 37 és fél, nem tudom, 2 és fél vagy 3 órával kevesebbet kellett dolgoznunk, ami ugye nem látszott meg egy heti beosztáson, de egy havi már igen, mert havonta egy szolgálattal, egy 12 órás szolgálattal rövidebb volt a hónap, és az, az gyakorlatilag szabadnapként a rendelkezésünkre állt. És ez például egy nagyon jó dolog volt. És, és én később is hoztam olyan döntést, például amikor a minisztériumba mentem dolgozni, rohadtul nem érdekelt az a munka, két dolgot néztem: az, hogy rohadt közel van, és hogy akkoriban ugye a közigazgatásban a munkaidőben ugye kevesebbet kellett bent tölteni. Tehát egyrészt, egyrészt az ebédszünet az a munkaidőből ment, másrészt a, 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 a hogy mondjam ezt, a, a, szabadság, tehát ott több volt, alapból több volt a szabadság. Tehát nekem, amikor odamentem, akkor úgy volt, hogy évi 34 nap szabadságom van az életkoromból adódóan, tehát az életkorhoz kapcsolódóan, és úgyhogy se gyerek, se vezető nem voltam, amire pót szabadság jár, meg ezért, tehát több mint a főnök talán 40 nap szabia volt, úgyhogy azért ezek viszony, viszonylag kényelmes dolgok, és én bizony ezek alapján, a szempontok alapján döntöttem, mert hát ugye nekem vannak hobbijaim, meg, meg ilyenek, és én nem azért élek, hogy dolgozzak, hanem azért dolgozok, hogy megéljek, és egy bizonyos ponton túl teher a munkavállalás, hogyha többet kell időt, energiát a munkavállalással tölteni, mint amennyit mint amennyit erre az ember gondol, vagy szán, vagy ezé. -e. Tehát nyilván nem kívánság műsor, de, de ma például úgy érzem, hogy rabszolga vagyok, és hiába van jó állásom, meg relatíve jó fizetésem, de úgy érzem, hogy rabszolga vagyok, ahol, ahol, ahol egyszerűen az életemnek túl nagy szeletét veszi el a munkavállalás, és én ezt nem szeretném. És volt is, amikor így hoztam döntést a munkavállalásról. Tehát kompromisszumot hoztam, mondjuk szakmailag, tehát elmentem egy Fidesz kormány alatt egy minisztériumba dolgozni, ami mindenféle elveimmel ellenkezik, és azért, hogy kevesebb időt kelljen munkába járással töltenem, ugye két föld alatti megállóra voltam az irodától gyakorlatilag gyalog jártam be dolgozni, mert a föld alatti tömbe volt, tehát inkább besétáltam. Néha, ha jött, fölültem a 105-ös buszra, de ez egy másik kérdés. <coughs> meg, hogy hát ugye a, 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 nem 8 óra 20 perc, meg 8 és fél órás munkaidő, hanem csak 8 óra a munkaidő, és, és még majdnem egy héttel ugye több szabadságom volt, hát aztán ez megszűnt, mert köszönhetően a, az Ex-Debreceni polgármester ma, nem tudom milyen miniszter, vagy a faszom tudja, hogy hívják, ez a Kósa, benyújtotta ugye a, a, a központi közigazgatásra abszolga törvényét, a 2018 évi 125-öst, amiben a szabadságomat azonnal levették 25 napra. És akkor még, én meg egyébként le is fokoztak, mert azt hiszem főtanácsosból kormánytanácsos lettem, meg ilyen, mondjuk azt leszarom, hogy mit írtak a nevem mellé, ez most is úgy vagyok, hogy leszarom, hogy mit írnak a nevem mellé, hogy, hogy munkatárs rabszolga, főmunkatárs, szenior munkatárs a kutyát nem érdekli, az érdekel, hogy hogy mik a munkakörülmények, és hogy mekkora összeget írnak a nevemmel egy sorba, és hogy abból mit lehet megvenni, tehát nem is az összeg, mert most, most kurva jól mutat az összeg, amit keresek, csak olyan infláció van, hogy nem vagyok sokkal előrébb, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt, ehhez képest sokkal keményebb is felelősségteljesebb teljesebb munkát végzek, úgyhogy, úgyhogy, ezek, ezek nem egyszerű dolgok, Hát ez egy, ez egy, ez, egy, fontos dolog, ez a munka magánélet egyensúly, súly, és nálam például valószínű, hogy én nem is tudom, hogy majd a következő munkahelyen mi lesz, meg hogy lesz, meg izé, de hogy nálam ez központi szempont lesz, hogy a munka magánélet egyensúly működjön, ez tuti, és valószínű, hogy nem fogok tudni könnyen másik állást találni, és még nehezebb lesz úgy, hogy közben dolgozni kell, az előző munkahelyen, tehát például ilyenre egy alapjövedelem, vagy egy, vagy egy hosszabban nyújtott ö, munkanélküli segély, az például nagyon kiváló lenne. Hogy azt mondanám, hogy most már nem sokára 50 éves leszek, ugye most már három éven van, három év és egy hónap, az 50. születésnapon még, és akkor azt mondanám, hogy arra a maradék 15 évre szeretnék egy olyan állást, ahol ahol 15 évig tényleg megmaradok, és akkor majd onnan megyek nyugdíjba. Már hogy szerintem amit most csinálok, azt nem fogom bírni 18 évig, úgyhogy. Úgyhogy ez biztos nem ez, de hogy egy olyat találjak, ahhoz kéne valószínűleg nem elég a három hónap, és intenzíven kellene pályázni, keresni, és olyanokat, amire amire nem hiszem, hogy elég lesz a három hónap, hiszen mire visszajeleznek az nagyon több hét, tehát van olyan cég, ami egy-két hónap, meg három hónap múlva jelező vissza volt, ahol beadtam a pályázatot, az fél év múlva írtak vissza, hogy na hát akkor fölvennének, de hát addigra már vagy elhelyezkedtem másút, vagy úgy döntöttem, hogy maradok a régi munkahelyemen, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon extrém időtávok vannak az álláskeresésben is, tehát azért a HR-esek is el tudják húzni ezeket az időket. Nem tudom, hogy a, nem értek hozzá, hogy a HR-ben hogy mennek ezek a folyamatok, de de emlékszem annak idején, hát ugye amikor amikor a Senkernél melóztam, volt olyan, hogy ott aztán februárban kezdtem dolgozni, vagy márciusban, nem is tudom, és volt hogy nyáron ö, föl akartak venni valahova úgy, hogy ö, hogy még amikor a senkerhez mentem, és akkor kerestem állást, tehát több mint fél évvel előtte ö, adtam be pályázatot, megküldtem be ezért. Tehát, hogy ö, hogy ilyen extrém időtávok is vannak. És jó, mondjuk az pont olyan volt, amit, amit nem szerettem volna, és nem vállaltam el, de de lehetett volna ez mondjuk egy jó állás is. Tehát és az, hogyha meg közben elmegy az ember dolgozni, ugye soha nem lesz biztos, hogy, hogy, hogy melyik állás fog bejönni, és ha közben dolgozol és nem keresel intenzíven állást addig, amíg nem találsz egy jót, addig lehet, hogy akkor attól veszed el az időt, hogy te megtaláld az életed állását. Persze jó, lehet ezt csinálni, hogy egy-két évig vagy mindenütt, és akkor lelépsz, és izé, például béralkú szempontjából ez egy kurva jó dolog, tehát hogyha én most itt holnap lelépnék a mostani cégemtől, és azt mondanám, hogy én kérem a mostani fizetésemet, én ide is úgy jöttem, akkor pont olyan alkupozícióm volt, hogy ugye nem akartam feltétlenül munkahelyet váltani, de láttam, hogy az nem annyira működik. Ez a meló jobban érdekelt, ugye a 34-ről 25-re lecsökkent szabadságom, ugye itt munkatörvénykönyv szerint visszament 30-ra, hát a rugalmas munkaidőt hagyjuk, mert az ott inkább én vagyok rugalmas, mint a cég, bár azért néha sikerül rugalmassá tenni, de nagyon nehéz. Na mindegy, és akkor és akkor akkor elvállaltam ezt a mostanit, és akkor azt mondtam, hogy azt a, azt a bért kérem, ami, amiért, amit ott kapok, és akkor ez egy pici előrelépés volt, mert ugye egy picit több szabadidő, meg egy picit jobb, jobb volt itt a kafetéria, ami ugye nem béralkú kérdés, hanem ilyen vállalati szinten ö, ö, járó ilyen zé. És akkor úgy, úgy gondoltam, hogy ez egy picit előrelépés. És akkor nyilván, hogyha nem adták volna meg azt a pénzt, akkor azt mondtam volna, hogy hát akkor nem megyek át, és akkor maradok a régi helyemen. Tehát ilyen izék vannak, de. De egyébként mondom, nagyon nehéz munka mellett állást keresni. Tehát nekem például, én, én megmondom őszintén, a mostani helyem is már többször elő megfordult a fejembe, hogy ezt nem szeretném hosszú távon csinálni, és kéne keresni valami más, de még nézelődni sem volt időm. Tehát talán egyszer vagy kétszer küldtem be nagyon még évekkel ezelőtt egy-egy pályázatot. De ez egy izé. Tehát, hogy az, az kinyit egy lehetőséget, hogyha több időd van állást keresni és akkor ez csak az én szempontom, akkor vannak azok, amiket ugye az előbb elmondtam, hogy akik valamilyen ilyen olyan egészségügyi, vagy szociális, vagy bármilyen szocializációs okból nem, tudnak, nem tudják jól megvetni a lábukat a munkáról piacon. Én megmondom őszintén, nem sajnálnám a Molnár Kikitől azt a kis alapjövedelmet, meg is izé valószínűleg amúgy se élne meg belőle önmagában, amit azért a csenge azt, mondaná, hogy azt mondta, hogy ez ez mondjuk ilyen feltételezéssel azt hiszem a mai minimálbér összege nettó 154 ezer forint lenne, hát nyilván abból ma nagyon szűken lehet megélni de mondjuk egy kislakásban, egy saját tulajdonú kislakásban azért úgy el lehet belőle tengődni. Hát ha már nincs saját ingatlan tulajdona valakinek, akkor az már nagyjából az albérletre elég, vagy pont nem elég, mondjuk nyilván helyszíntől is függ, mert Budapesten most nem tudom milyenek az albérlet árak, lehet, hogy már pont nem elég, vagy éppen elég egy valami nagyon kis lukra. Aztán nyilván attól függ, hogy hol élsz, tehát lehet, hogy kisebb városokban, ahol kevesebb a munka lehetőség, meg izé, ott meg lehet, hogy még marad is mellette, hogy kifizeted az albérletet meg a rezsit, de azért nem, egy, nem nyújt egy izé, tehát azt, amit az alapjövedelemről mondanak, hogy egy, egy nagyon minimális alap nyújt, azért ez Magyarországon, ha ezzel az összeggel számolunk, akkor nem igaz. Na, no. Na, és akkor a kávé elfogyott, iszunk egy kort, vizet és sör mellett folytatjuk, ugye ez egy bebaszós hétvége, mert hogy ilyen költözés előtti héten vagyunk, és nagyon sokat tennivalóm, és nem bírom a stresszt, tehát iszok a stresszre. Iszol a stresszre, öreg? Aha. Öreg rikári, iszik a stresszre. Na, és akkor... Akkor érdekes kérdés, hogy nyissuk ki azt a ézet, hogy hogy fog ez a munkaerő piacra kihatni, mondjuk teszem azt, hogyha tényleg lesz egy ilyen alapjövedelem, hogy az emberek teljesen más szempontok szerint keresnek akkor állást, és valószínű, hogy nehezebb lesz munkaerőt találni. Persze egyébként szerintem a képzett munkaerőnek a nagy része törekedni fog a arra, hogy valami értelmes tevékenységet folytasson és valamilyen munkát vállaljon, főleg, az, hogy, főleg azért is, mert maga önmagában az alapjövedelem azért a, a jobb élet nem elegendő, abból nem tudsz családot alapítani, nem tudsz izét, azon tényleg még, hát ami ott abban a videóban elhangzott a csengénél, az még a az alap megélhetésre is csak a bizonyos körülmények között elég, úgyhogy önmagában egyébként szerintem teljes mértékben az ilyen szociális kiadásokat nem váltja ki, de ez egy így, így nemzetgazdasági szinten, mert ugye van, van az a szociális helyzet, amikor, amikor ezen felül is egyébként valaki esetleg segítségre szorul, bár ott lehet azt mondani, hogy akkor menjen el dolgozni, és akkor meg tudja azt a plusz termelni, de mondjuk ugye nyilván pont azoknak jelent segítséget az alapjövedelem, akik mondjuk nem tudnak elmenni dolgozni. Hát akik meg el tudnak, annak meg akkor segítség, amikor munkahelyet kell keresni, ideálisabb munkahelyet talál, több ideje van munkát keresni, stb. stb. És nyilván van a... a és nem a sztereotípizére, hogy most ne kezdjetek el itt cigányozni, meg ilyenek, hanem nem erre gondolok, hanem arra, amikor mondjuk valaki a anyuci szoknyája mögött Minecraftozik, és, az álláspályázatok helyett lejátszik még egy Minecraft pályát. Tehát például ezekre gondolok, akik így beleragadnak ebbe a kényelembe, és nyilván ők a végtelenségig bele tudnak ragadni, de nem hiszem, hogy azért tömegek így próbálnának élni. És azért látszik, hogy ha, ha mondjuk a sztereotípizét, hogy mondjuk elkezdtek cigányozni, mert mondjátok, hogy majd a cigányok nem dolgoznak, meg izé, meg akkor, akkor cigányok nem mennének el dolgozni, meg a izék. Nem igaz egyébként, mert például jó példa erre, a, ami egyébként első körben sikere volt a, a, nem szoktam dicsérni őket, de a mai e, kormányzatnak, hogy ugye bevezették a közmunkát, és egy kicsit a mély szegénységből e, ki tudtak e, rángatni e, sokakat, akik nem azért voltak ott, mert nem akartak dolgozni, hanem azért, mert egész térségek e, maradtak gyakorlatilag munkahely nélkül, tehát, ez, tehát ha valaki ilyen sztereotipizéket kezd el itt nekem kommentelni, azt ki fogom kérni magamnak, nem fogom kibannolni, de, de ki fogom kérni magamnak, és, és, igen, és ők közülük pedig nagyon sokan a, így a, így a, ami, amit én nem tartok a kormány eredményének, hanem sokkal inkább így a nemzetközi munkaerőpiaci és ugye az uniós tagságunk, vagy az egyébből ered és az itthoni munkakörülmények és kereseti lehetőségek miatt gyakorlatilag elnéptelenedő munkaerőpiac felszívta azokat a munkavállalókat, vagy potenciális munkavállalókat, és erről sokat hallani, akik ugye annó, akiknek esélyük nem volt elhelyezkedni mondjuk Borsodban, vagy Szabolcsban, és ma meg telekocsikkal, kisbuszokkal, hát heti ingázással, tehát egy kicsit komoly erőfeszítéssel és komoly kompromisszumokkal de mégis munkát vállalnak ugye jellemzően a nagyobb városokban meg Nyugat-Magyarországon meg a főváros és térségében és heti ingázással járnak ezekbe a térségekbe mondjuk Borsodból meg Szabolcsból, meg akárhonnan meg Békésből, meg a Fene tudja úgyhogy úgyhogy igen ő náluk is azért nem mondhatjátok azt, hogy jaj, mert akkor majd a hogy a cigányok nem fognak dolgozni. Hát nem a faszt, nem, hát ez, a hülyeség. Na, és akkor visszatérve a munkaerőpiacra, hogy, hogy az egy érdekes izéje lesz viszont a munkaerőpiacnak, hogyha te nem vagy rászorulva arra, hogy amit mit tudom én, már két hónapja keresel állást, és még mindig nincs egy normális ajánlatod, mert lehet, hogy fél év múlva fog megjönni az az ajánlat, amire te azt mondod, hogy na ez lesz az én izém, és 15 évig ott fogok dolgozni, akkor akkor előbb-utóbb rá lesz lesz szorulva, hogy valami erősebb, súlyosabb kompromisszumot kössél, ami, ahol nem fogod jól érezni magad, és ahol pár év múlva újra állást kell találni, és ha azt nézed, hogy mondjuk rászánsz fél évet, vagy egy évet, hogy mondjuk 15 évre találjál állást, és utána ott nyilván változik a világ, változnak a körülmények, és mondjuk 15 év múlva eljössz, és akkor megint rászállsz egy fél évet, vagy egy évet, és ez kétszer-háromszor eljátszod az életed során, és aztán eljutsz a nyugdíjig. Tehát ez e, e, igazából ugyanott vagy, csak egy sokkal kényelmesebb, nyugodtabb életed van, mint ha mondjuk egy-két-három évente állandóan abban a stresszben vagy, hogy én itt nem tudok megmaradni, nekem kell valami újat keresni, hogy keressek állást, meló mellett, hogy menjek el interjúra, munkaidőben, ott hagyjam -e az állásomat, mennyi idő után találok másikat, találok-e belátható időn belül jobbat, ameddig a tartalékaim meg a munkanélküli segélyem kitartanak, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez egy, ez egy örök izé, és lehet, hogy így, így nekem volt ilyen időszakom ugye a MÁV után, amikor nem találtam rögtön a helyemet, és ugye Ö, több mint két éven beterül, került, ö, sőt, gyakorlatilag majdnem három éven került, mire, mire újra állandó, és közben több munkahelyen volt, de mindenütt csak néhány hónapot voltam. Tehát, hogy, hogy amikor így, így valaki vált és keresi a helyét, akkor ez, izé, akkor, akkor nagyon nehéz helyzetben van, és nagyon sok idő elmegy gyakorlatilag munkanélkül, amikor gyakor egy idő után már, már szinte nyomorban élsz, már most leszámítva nem az, hogy nyilván a lakás körülményed olyanok, amilyenek, és egy idő után tényleg el kell bármilyen állást vállalni. Nyilván ez egyszer-kétszer az életbe elmegy, hogy izé, ez meg, meg, mit tudom én, egyetem alatt elvállalod a, olyan munkát, amire te egyáltalán nem vagy, izé, hivatott, meg mit tudom én, meg egyszerű, egyszerű munkákat, amire amúgy nem vagy hivatott, meg nem testhez állóak. Ez, nyilván ez kaland, meg mit tudom én, de, de azért úgy az élet folyamán, ez, amikor sokszor kell ilyen nagyon erős kompromisszumokat kötni, az ugye komoly nehézséget jelent, és nem biztos, hogy előrébb vagy vele. Tehát ha mondjuk van egy éved munkát találni, vagy fél éved, vagy nem tudom mennyi idő egyébként most egy, egy, jó munkahelyet megtalálni, akkor biztos, hogy akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy testhezálló álló munkát találsz, az neked is jobban meg fog felelni, ott nem fogsz a próbaidő környékén, vagy után, vagy izén, mert általában nekem már akkor ki szokott derülni, hogy hát nem az igazi már azon gondolkozni, hogy akkor mi legyen az új, meg mikor keressél újra munkahelyet, hanem azt mondod, hogy na most a helyemen vagyok, csinálom a dolgomat, ez egyébként szerintem teljesítményben is, tehát hogy így a, a munkahelyi teljesítményben is, tehát a, a, a cég szempontjából is jobb, hogyha a megfelelő, olyan munkavállalót találják meg, aki jól érzi magát abban a munkakörben, és azt is úgy szeretné csinálni olyan körülmények között, és szerintem pozitívan hatna az egyes vállalatok, meg az egyes szervezetek teljesítményére is, akár ugye versenyszférában a termelékenységére, de, hát ez messzire vezet, ezt nem tudom így állítani, de sejtem, hogy valószínűleg így van. Na, és akkor ö... szerintem boldogabb emberek dolgoznának a munkahelyeken, és nem az lenne, hogy egymást húzkodják le. Mert ö... te bemész mondjuk jó kedve dolgozni, de a kollégád búlva baszott, és lehúzza a te kedvedet is, és elmegy a munkakedved, és nem tudsz olyan... Ö olyan ezével koncentrálni. Tehát azért ezek a kockázatok, meg ezek a dolgok megvannak. Na és akkor nézzük, hogy, hogy, hogy mi a helyzet a dologgal. Ez most így az egyén, meg a munkahely, meg a munkaerőpiac szintjén egy picit így belekóstoltunk. Nem tudom nektek mi a véleményetek. Tehát szerintem a munkaerőpiac is változna, szerintem több részmunkaidős állás lenne, valószínű, hogy többet fordítanának automatizálásra a cégek, mert nehezebb lenne munkavállalót találni. Úgyhogy szerintem így előrevinni a világot, és összességében, ha az olyan munkaköröket, amiben most robotolsz és csak megcsinálod, azért, mert hát meg kell csinálni, mert izé olyanból kevesebb lenne, és azt kiváltanák gépek, szerintem összességében mondjuk ezt mindig mondják, hogy több szabad ideje lesz az embernek, aztán soha nincs a technológiai fejlődéssel több szabad ideje az embernek, tehát egyre leterheltebbek vagyunk bizonyos szempontból. Jó, persze, a kétkezi munkában nincsenek a 16 órás műszakok, meg mit tudom én, ez tény, tehát azt azért, abból azért sokat kiváltott a kétkezi munkából a gépesítés, meg az automatizálás, ugye itt az évszázadok alatt, tehát most nem csak az elmúlt évtiz egy-két évtizedre gondolok, hanem az elmúlt egy-két évszázadra, amikor, mit tudom én, régen tényleg csákányjal üzérték a szenet a bányába, aztán lettek gépek, tehát nyilván az bizonyos mennyiségű munkavállalót kiváltott, és akkor nem volt már szükség arra a túlfoglalkoztatásra, ami egyébként ma a, a ugye a harmadik világban egyébként a mai napig jellemző, hogy ilyen pár dolláros napi bérér nagyon rossz körülmények között mondjuk ott varják a ruháinkat, de ezt majd, erről majd akarok egy külön videót, tehát erről majd, erről majd értekezünk. Nyilván az a nyugati világ nem itt tart, de de igen, tehát hogy mondjuk például szerintem sokkal jobban kinyílna akár a részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége, illetve hát a jobb munkaszervezés. Tehát én most is azt látom, hogy a, a különböző munkahelyeimen a, a, igazából mindenki abban érdekelt, hogy azt a munkaidőt kitöltse. És én nem abban vagyok érdekelt, én abban lennék érdekelt, hogy elvégzem a feladatomat és elmenjek haza de vannak olyan esetek, itt a mostani munkahelyemen is, aztán régebbi özéken is volt ilyen, hogy tényleg néha úgy éreztem, hogy csak azért voltam ott, hogy kitöltsem a munkaidőt, és persze közben csináltam dolgokat, meg elvégeztem feladatokat, de ha racionálisabb lenne a munkaszervezés, akkor ezeknek a feladatoknak a, jelentős része fel sem merülne. Tehát, tehát ha mindenki vigyázna az idejére, akkor akkor valószínű, hogy hatékonyabban és gyorsabban történnének a dolgok. Nyilván ehhez azért össze, szokott csapatok kell lennének, de tényleg vannak, vannak, hát nálunk is vannak, akár vezetői székben is olyanok, akik, akik, úgy vannak, hogy hát ki kell tölteni a munkaidőt, és azzal, de ezzel újabb feladatokat generálnak, meg mit tudom én, ami viszont nem feltétlenül szolgálja az eredményességet, tehát nem olyan feladatokat generálnak, ami a, hogy mondjam, a, mondjuk a, a rendszer eredményességét javítja, hanem olyanokat, ami a státuszkód fenntartja, hogy, hogy mindenkinek az állása fontos, senkit ne rúgjanak ki, ezért, hát engem rúgjanak ki, hogyha éppen az én munkaköröm válik kevésbé fontossá. Persze Könnyen mondom ezt, mert egy olyan munkakörben dolgozom, ami nehezen automatizálható, ami egy speciális munkaterület, amihez kevés, relatíve kevés ember ért, egy kis szakma, tehát nehéz rá embert találni. Meg ezért könnyen mondom ezt, de egyébként, ha nem így lenne, akkor, akkor is mondanám, hogy nem kapaszkodok a székembe, mint ahogy más helyen sem kapaszkodtam a székembe. Úgyhogy. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, hogy hogy változnának az egyes -egy cégeknél, hogy változna a vállalati kultúra, meg az egész munkaerőpiac. Szerintem ebből a szempontból racionálisabban működne, mert valószínű, hogy azért lenne az a réteg, és azt én nem kötném társadalmi réteghez hanem lenne az a réteg, aki azt mondaná, mint hogy én is azt mondanám, tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt simán azt mondtam volna, hogy ja, igen, van egy alapjövedelem, hát akkor mondjuk, tudom én elmegyek félállásba dolgozni valahova, nem is küzdök a karrierért, meg mit tudom én, és akkor a másik fele az időmnek meg megmarad, és abban amúgy tud az ember produktív munkát végezni, mert vagy van az embernek hobbija, mint például nekem ez a videózás, és ez tényleg most csak példának mondom, hogy, hogy lehet, hogy amit én csinálok, annak nincs olyan nagy vagy kimutatható társadalmi haszna, de mondjuk többet tudnék ennél a kamerába belebeszélősnél értékesebb tartalmat előállítani, vagy például mondjuk teszem azt, mondjuk példának hozom föl, aki szerintem ilyen ilyen szempontból, videózás szempontból értékteremtő. Mondjuk például az Andris, aki, a becski Andris, aki mondjuk évtizedek óta dokumentál, és gyakorlatilag egy olyan archívuma van, ami már így ebben a ezen a területen, mondjuk így a közlekedés-dokumentációs területen egy, egy, hogy mondjam, egy, 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 egy nagy érték, tehát és akkor mondjuk, ha az embernek ilyen hobbija van, akkor lehet, hogy azt tudja mondani, hogy jó, hát akkor én elmegyek mondjuk valamennyit dolgozni, és a maradék időmben meg egy más típusú értékteremtő tevékenységet végzek. Egy valamilyen társadalmilag hasznos értékteremtő tevékenységet végzek. Tehát nem hiszem, hogy most az a a legfontosabb, hogy tömegek álljanak sorba reggel 6 órakor a, a vagy a kőszénbánya előtt, és azért, mert ugye ezeknek a, a, a kétkezi munkáknak egy jelentős részét lehet automatizálni. Persze szükség van akkor is kétkezi munkásokra, csak más típusúra, tehát lehet, hogy nem kell ott állni a gép mellett, és másodpercenként három, vagy hát mondjuk percenként 23-szor elvégezni ugyanazt a mozdulatot, mert azt meg tudja egy robot is csinálni, hanem mondjuk a kétkezi munkás, az kihúzza a raklapot, beviszi a raklapot, befűzi a cérnagyárba a cérnát, leszedi az orsót, hogyha lefogyott róla a cérna, fölrakja az újat, meg ilyen dolgok, amiket nem biztos, hogy azért, olyan szinten automatizálni lehet, tehát hogy nyilván egy más típusú kétkezi munkára van szükség, de úgy általánosságban valószínű, hogy, hogy kevesebb olyan munkakörre lesz szükség, ami amúgy automatizálható és átalakul, egyébként ahogy a technikai fejlődéssel, amúgy is átalakul a munkaerőpiac. Úgyhogy Úgyhogy ez várható. szerintem, szerintem biztos, hogy a a kvalifikáltabb munkakörökben biztos, hogy nagyobb verseny lenne a munkavállalókért. Nem tudom, hogy a kétkezi munkánál mi történne, mert én azt veszem észre, hogy ott sem, ott is csak ott is ilyen regionális különbségek vannak, hogy nyilván ahol na ne, ahol megszűntek régi gyárak, és nem települtek újak, amik a, a ott vannak ilyen, ézek, hogy tényleg kétkezi munkásként nem tudsz elmenni dolgozni, és ingáznod kell, meg stb. stb. Ez egy már ilyen, ilyen évtizedes, évszázados folyamat. Mm, érdekes történet. Na, és akkor mi az egésznek a társadalmi... E vetülete. Tényleg az, az az, hogy az az egy érdekes történet, hogy hányan maradnának otthon, hányan uh, vállalnának csak uh, fél állás. Szóval, bocsánat, itten a saját szavamba vágtam, mert írtam gyorsabban kinyomtam a izét, mert csörgött a telefon. A, a társadalmi vetülete külön érdekes ennek a történetnek, hogy hányan uh, hányan nem mennének el dolgozni, hányan vállalnának mondjuk csak félállást, hogy változtatná meg ugye a munkaerőpiacot, és milyen gazdasági vonzatai lennének. Például a Csenge kiszámolt, hogy azzal a alapjövedelemmel, amivel ő számolt, ami ugye a hazai minimálbér, hogy nemzetgazdasági szinten ez 11 ezer milliárdot jelentene, állami kiadást, ami azért egy jelentős, mert ugye most ö, ilyen 28 ezer milliárd az éves hazai költségvetés, mármint az állami, tehát az egy 40 os kiadás növekedést jelentene. És akkor ezek a nagy kérdések, hogy ezt a gazdaság, ezt hogy tudná kitermelni, hogy, hogy nyilván, tehát egy előbb-utóbb azt valamilyen szinten, adóbevételekből vagy valamiből ugye ki kellene termelni, és hogy nyilván azért nem biztos, hogy olyan szinten a belső fogyasztás megnőne, és erről már a Csenge videója is hallgatott, úgyhogy ez, ezek ezek viszont a nagy kérdések, hogy tudna-e olyan az a jövedelem, az a piacon megjelenő jövedelem, Tudna-e olyan ö, ö, értéket teremteni a fogyasztás által, hogy az, ö, az ugye finanszírozhatóvá váljon, mondjuk állami szinten? És a másik meg az, hogy a gazdaság maga tudna-e, tehát javulna-e annyira, javulna annyira a termelékenység, hogy ez a piacon megjelenő plusz jövedelem ne egy inflációgerjesztő, erjesztő, csinált pénz legyen, mint ahogy nagyon szépen látjuk, amikor ugye gazdaság és szempontjából hogy miatt válság helyzetekben a kormányok ugye pénzt bocsátanak ki, az előbb-utóbb magával húzza ugye az inflációt, mert a kereslet hirtelen megnövekszik, és ha a gazdaság teljesítménye ezt nem követi le, akkor nyilván a kínálat, ha a kínálat ugyanakkor a kereslet növekszik, az fölhúzza az inflációt, és beáll ugyanarra a szintre, és tulajdonképpen nem fogsz jobban élni a magasabb jövedelmedből, mert ugye az árszínvonal növekszik, és lehet, hogy ez akár egy ilyen reál keresetbeli visszaesést is jelenthet rövid távon, egyébként szerintem valószínű, hogy mindenképpen. Tehát azért, ha, ha ilyet bevezetnének kormányok, akkor, akkor erre valószínű, hogy nagyon erősen fel kellene készülni, meg tartalékolni, meg és megfelelő körülmények között lehetne ilyet bevezetni, és azért szerintem van egy olyan aspektusa is, hogy 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 hogy, valószínű, hogy erre azért a fejlettebb társadalmak lennének alkalmasak, ahol nincsenek olyan feszítő társadalmi meg jövedelmi különbségek, ahol ez nem biztos, hogy olyan nagyon megrendítené. Tehát ahol mondjuk ma is nagy a társadalmi szolidaritás, magasak a a szociális kiadások, és nem biztos, hogy olyan nagyon megrendítené a gazdaságot. Tehát, hogy azért Magyarországon, ahol ez 40%-kal emelné a központi költségvetést úgy, hogy, hogy ez tulajdonképpen a célját nem is teljes mértékben töltené be, vagy csak részben lenne képes betölteni, nem biztos, hogy egy ekkora kiadást így nemzetgazdasági szinten be lehet vállalni, de mondjuk fejlettebb gazdaságokban, ahol ugye termelékenyebb maga a gazdaság, a reál gazdaság, ott lehet, hogy ez sokkal kisebb teher lenne. Tehát sokkal inkább el tudnám képzelni, hogy ezt mondjuk bevezetik Svédországba, vagy Hollandiában, vagy valami ilyesmi országban. Az, az megint egy másik kérdés, hogy akkor mindenki ott akarna élni, tehát tehát ez egy érdekes történet lenne, nyilván előbb-utóbb magával húzna a világ egyik részét, de az is érdekes, hogy mai napig, ugye a világ különböző pontjai más fej, fejlettségi szinten vannak, és gyakorlatilag gyakorlatilag a harmadik világ a mai napig a korai kapitalizmus állapotában leledzik, és a, gyakorlatilag a rablókapitalizmus, a kizsákmányolás működik, míg, míg ugye a Nyugat-Európában például azért egy szociális piacgazdaság létezik, a, a, mondjuk az USA-ban, meg mondjuk tehát így Észak-Amerikában pedig egy, egy liberálisabb, de e, Magasabb jövedelem szintet termelő, hát liberálisabb és durvább kapitalizmus, és akkor ebben most nem akarok mélyebben belemenni. Na! Hát ezt elég sok szempontból körbejártuk ezt a témát majdnem egy óra alatt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt meghallgattátok tőlem. Ez lesz most a szombati videó. És akkor vasárnap a Rikári csatornán live. Live is live. Most meg megiszom ezt a sörömet, aztán neki állok a költözéssel kapcsolatos pakolási munkálatokhoz, így fél részegen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, tartsatok velem legközelebb is, jövök újabb társadalmi problémákkal, kérdésekkel lehet itt majd vitatkozni a komment szekcióban, jönni fogok, van bekészítve sajtószemle, lapszemle, úgyhogy nem fogunk unatkozni itt a Rikári Vlog csatornán. Még egyszer köszönöm a megtekintést, tartsatok velem legközelebb is. Én iszom, sziasztok, csüssz!